Sziasztok, ez itt a Böges Atón, én Balázs vagyok, és folytassuk a Europa Universalis 4 Let's Play sorozatunkat, ottól legutóbb a bajtuk. A Moszkvát én megtámadtam, mert úgy gondoltam, hogy it's time for Moszkva to die, és minden területet odaadok Riazannak nagy részt. Ah, mi ez a Toszkána? Toszkána egy dolog. Várj. Spanyolország nem beintegrálta akkor Nápolyt. Gondolom. Nem tudom, valószínűleg igen. Oké, nagyszerű, itt mindent elfoglaltam közben. Ugye arról van szó, hogy adok területet Novgorodnak is, de magamnak is, és Novgorodot pedig be kéne utána nekünk is integrálni. Az a nagy helyzet. Tehát ez Novgorodi, a déli területek azok mennek Riazannak, és nekem csak Murom kell, igazából az se kell, de viszem. Champagne közben, ugye a szövetségesem. Kérje segítségemet Franciaország ellen. Ez izgalmas felvetés. Tehát akkor a franciák csak nem bírtak megmaradni a gatyájukban. És akkor ellenünk van Bohémia, Spanyolország, Genoa és Liège. Hát nem tudom, meg tudjuk egyébként verni. Franciák 38 ezeren vannak, én vagyok 48 ezeren, a spanyolok még itt vannak pluszban 63 ezeren, az az a része, ami aggaszt egy picit. Champagne-nek a szövetségesei, meg gyakorlatilag csak én, meg Gerre, meg Baden. Jaj, de jó lett volna, hogyha ez így nem így van, így amúgy. Meg Bohémia is bejönne. Igen, a spanyolok a probléma. Ki van benne ebben a háborúban? Elvileg a spanyolok nem jöttek be. De lehet, hogy még időközben bejönnek. Ebben most veszíthetünk sokat egyébként. De nyerhetünk is sokat. Ha még egyszer megverjük a franciákat, akkor nekik sanyi. Csak közben az is van, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk verni. És az, hogy nem én fogom megkötni a békét, az is tök fontos. Franciaország, Bohémia, Genoa. Ha Spanyolország nem jön be, akkor igazából nincs gond. Nagy gond. Akkor viszonylag jók vagyunk. Commonwealth nincs itt, hogy segítse meg Anglia. Ez talán a legszomorúbb az egészben. Jó, én most jövök segíteni. Gyorsan megkötöm a békét, hogyha így a muszkovi hajlandó véget vetni az acsarkodásnak. Ja, ott vannak még muszkovi területek. De azt rábízom Nogájra. Azok már nem kellnek nekem. Tehát, hogy menjünk Isten hírével. Ahogy nem adja ide. Oké, akkor szenvedj. Én pedig közben átcsoportosítom a haderőmet ide. Úgy látom, hogy át tudnak menni. Ami tök jó. Viszont itt, hogy ennyire körülmennek, az annyira nem tök jó. A flottám azt hiszem viszont elég erős ahhoz, hogy... Tehát ott is a spanyolok a kérdés. Franciákat persze meg tudjuk verni minden további nélkül. A többieket már not so much. Oké, és Britannia is támad. Nem ijesztettem meg én őket ezzel. Tehát vagy Nagy-Britanniáé lesz az egész, vagy nem. Igen, Nagy-Britannia fogja. Nem tudom megvenni ezt, mert a Champagne-nak valószínűleg annyi. Sajnos. És akkor Nagy-Britanniához kerüljenek, vagy Franciaországhoz. De most nem fogadom el egyébként ezt a behívást. Akkor igazából mindegy. Kb. Hogy mi van. De a franciákhoz közben csatlakoztak a spanyolok. Defending against France, Great Britain, igen, France, Bohemia, tehát a spanyolok nem csatlakoztak. Ilyenkor ugye az van, hogy a brit és a francia seregek egymással viszont nem lesznek ellenségesek, ami tök rossz. De ez van, valószínűleg nagyon későn is fogok megérkezni amúgy a háborúba, úgyhogy persze, csatlakozzunk oda is. Nem, amúgy oda nincs értelme. Valóát akarja elvenni? Valóá. Hát, nem tudok besatlakozni, tehát hogy a franciák is pontosan elég, és amúgy nem is megyek én oda. Én elfoglalom Bohémiát, és kész. Mi lenne, hogyha így segíteném a hadsereget, meg a győzelmet? Úgyis a franciák most beveszik egy pillanat alatt. Ez a baj, hogy itt
franciákat nem vertük meg eléggé, de hát nem is lehet ennyiből eléggé megverni. De mi volt itt a Deliberative Assembly-nek a kérdése? Az volt, hogy a kérdés, hogy Mizu. És a válasz az, hogy abszolutizmus a Zoom, mondjuk. Sage General. Legyen abszolutizmus, Royal Decree. Ja, az nagyot megy majd egy bizonyos megfelelő körülmények között. Ha itt a szövetségeseim ugye dolgoznak azon, hogy még elfoglalják Trojtsko-Pecserszket, és akkor igazából az a része így mégis van. Nem tudom elengedtetni mondjuk itt a területeket. Túl sok. Hát, permet el tudnám, és ennyi marad a Muszkovi. Ez végül is viccesnek tűnik, úgyhogy legyen ez. Ez lesz a béke ára. Ráálltam itt a Jostromra. Tehát akkor legalább Bohémiát verjük meg. Meg Bohémiának csapjunk oda keményebben. Ha már lehet. Ausztria is ugye velem van, ez mondjuk jó hír. De ez kevés lesz, mert most mindjárt beveszi a fővárost Franciaország. Diplomáciai inzultus. Nyilvánvalóan a plusz 60-asat választjuk, én ostobaság lenne nem azt választani, de hogy így akkor ostobaság, hogy nem is tudok rámutatni, hogy mekkora nagy. Nagyon nagy. 58 évek pont meg fogom tudni venni azt a dolgot. Jó. Amint eljön az ideje. És itt pedig én jól állok. Ez az ostrom, ez jó. Ó, már is megvan Prága ostrom, nagyon jó. Akkor rámehetünk a Steyrországban lévő, tehát ország területen lévő bohémiai hadseregre. És szépen, hát ha már Bohémiának fájna, nekem az jó lenne. Tehát az, amikor én már be tudok állni, hogy Bohémiát még tovább daraboljuk. Persze a franciák lennének az igazán tuti jóság, de... És már valaki ki is lépett a háborúból. Champagne. Ja nem. Bohémia is kilépett a háborúból, és 10% bevételt ad pénzt, amiből én kapok 343 forintot, az azért nem rossz. És ennyi. Tényleg ennyi? Ez volt a legjobb, ami adható volt, meg a kérhető volt? Oké. Na menjük, verjük meg a franciákat itt ezen a részen, bár ez már trükkösebb lesz. Meg lehet venni a nemességi címet, stabilitás jár érte, vagy pénz. Én azt mondanám, hogy meg lehet venni. Nagyon jó. Nagyon jó lesz, hogyha megveszik. És lehet, hogy Great Projectot is kéne így ebből upgrade-elnem, mert megint van sok pénzem. Illetve az a kérdés még, hogy van-e most valami tech. Hát a közelben nincs, hát a printing press még így kanyarban sincsen sajnos. Úgyhogy drágán kell majd megvennem a tech-et. De nem baj. Ez teljesen rendben van. Ugye ez viszont most már elfogadná a Muszkovi, ezt a békét. Egy kis aggressive expansion, de az soha nem fájt még senkinek. Ez hazugság. De most tegyük úgy, mintha így lenne. És elkezdem azt az egy területnek a magvasítását. Ami még érdekes, hogy van ez a küldetés, hogy a pápasággal legyünk 150-es viszonyban talán. Meg egy csomó más feltételnek is teljesülnie kell. Viszont ilyenkor nem tudok most semmit csinálni, mert van egy olyan része a dolognak, hogy... hogy a mi lenne, hogy hol tudok elmenni, ott. Szóval van egy olyan részenek a küldetésnek, ami azt szeretni, hogy igen, legyünk jobban pápával, meg shit, de közben legyen nálam egy kardinál. És azt nem tudok szerezni. Tehát, hogyha a pápa nem küld nekem kardinált, akkor így jártam, ez van, minek mentem oda. És már pedig nem fog magától küldeni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez annyira rossz, mikor valamit így semmilyen módon nem tudsz befolyásolni, hogy várnod kell, hogy megtörténjen valami. Nagyon rossz. A franciák elkezdték... Hát a franciák mindent elfoglaltak, de csak 10%-on állunk, vagy állnak. Segítsünk-e a norvégoknak? Persze. Nagyon itt a segítség, vigyétek Isten hírével, és itt pedig egy csatára kerülhet sor. Bádennek a fel... szabadítása lesz itt, farmlanden épült nyilván az is, mert miért ne, és én nagyon szeretném látni a csatát magát, de minden betonakodik a képbe, szerencsére elég jól hozzuk az ütközet. Ó, nagyon szép stackpipe lett a vége ráadásul. Ott van a francia sereg, az én két irányból is tudok érkezni. Most azon, mivel a britekkel nem vagyunk háborúban, ez igazából csak az a kérdés, hogy ki fogja megkapni a francia földeket. Ennyi az összes kérdőjel, vagy a champagne földeket. Ennyi az összes kérdőjel ebben a dologban. Na, azt ott sikerül megnyerni.
Miért kell mindig előjönni eseménynek, mikor csatázunk? A morál... Igen, nagyon sokkal jobb a disziplinájuk, mint nekem. Ez sajnos takarhatatlan tény. Remélem az osztrákok megbosszulnak, mert sok másra nem lesznek jók, hogy jöttek. 12 ezer emberem veszett oda. Igen, tehát az osztrákok viszont, viszont meg tudnak bosszulni. És talán meg is bosszultak. Nagyon jó. Ez végül is megérte nekem így. Annyira nem tudom, 12 ezer ember az 12 ezer ember. De szinte megérte. Annyira, hogy most vissza kell töltődni. 16 ezer ember a visszatöltés. 16 ezer embert kell majd a tartalékosokból bevonnunk. Ami rengeteg. Azért megnézem, hogy tényleg nem tudok kérni a pápától kardinált. Szerintem nem. Ezek a gombok, ezek közül egyik se csinál ilyet. Ez nem azt csinálja, ez nem azt csinálja. Ez van egy csomó gomb, és egyik sem az, amire szükségem lenne. Az agenda az teljesült, hiszen elkészült a manufaktúra. Viszont itt ez a hadsereg, ez bajban lesz. Akárhogy is nézem, muszáj leszek kibékülni. Külön békét kötni esetleg a franciákkal. Mert különben élve fogják felfalni a hadseregemet. Bár amíg az osztrákok közelben vannak, addig van esélyünk rá, hogy nem. De most egyelőre itt nagyon körözgetnek az egységek. Elkészült a kastély Schleswigben. Ugye erről volt szó. Hoppá, ott egy nagyon szép összecsapás. Lehetne, hogyha nem jönne az erősítés. És hogyha mi is, de megnyertük az ostromot, és így pedig becsatlakozhatunk mi is erősítés gyanánt. És aztán pedig vissza a másik irányba. Jó. Ez egy jó ütközet volt. Ha nem nyerjük meg 21%-a Reims-i ostromot, akkor ez amúgy nem így alakult volna, de megnyertük, és ez az, ami igazán számít. Nagyon remélem, hogy az elkér valami, vagy valami rendes békét fog kérni. Champagne. De franciáktól, hogyha tényleg sikerül megverni. Mert az nagyon fontos lenne most, hogy tovább kripölöljük a franciákat, még akkor is, hogyha... Hol a másik hadseregem? Itt van. Még akkor is, hogyha teszem azt a... így is úgy is a britek jól járnak. Elfoglalják, amire szükségük van. De azért jó lenne. A franciák gyengülnek, az nekem jó. Persze, ha a britek gyengülnek, az is nagyon jó lenne. Stettinben egy lázadás. Na, erre nem számítottam egyébként. És nincs is otthon nagyon sereg, ami ezzel bármit tudna kezdeni. Paris-t be kéne venni. Nem tudom, mondtam azt, hogy Paris-t. De hogy Párizst be kéne venni. Közben hazaküldöm ezt a sereget, meg aztán utána jöjjön vissza, meg kell a segítség. De Párizs ostroma elég fontos, úgyhogy ráküldök némi ágyútüzet is. Azzal talán ki lehetne ugrasztani a franciákat. Itt pedig én elosztom a flottát. Hiszen addig tudjuk lootolni itt a partvonalat. Meg az is extra war score-t jelent. Azt arra kifigyelni, hogy ez a 31-es innen itt ki ne ugorjon, mert szerintem az legyőzni ezt a 33-asat itt. Jó, 28% a francia ostrom. Egyébként 29 napos siege phase-ekkel dolgozunk, ami nem jó, de nem rossz, de nem is fantasztikus. És a britek már ki is megküsörötték a békét, tehát igazából Valois-t megkapták a britek, Champagne-tól, akkor az így rendben van, arra már nem kell, nincsen semmi extra dolog. Te miért ragadtál ott le? Ne ragadj már ott le, tesó. Ha ez a csata meg lenne, vagy ostrom meg lenne, akkor átmentnénk ide, meg ide. De nem nagyon akar meg lenni. Oké, megvan, viszont hát én csak átküldök oda egy ezredet. Ne veszítsük el a másik ostromot is. És utána mehetünk megint csak Badent felszabadítani. Zsa. Akkor most koncentráltunk arra, hogy agyon csapjuk a franciákat, ami mindig jó móka. Itt Vorarlbergnél van egy ostrom. Az egy 21%, az jó is, hogyha visszük oda az embereinket. Vorarlbergi ostromot feladta. Tessék, nálunk már van 3 kardinál. Nálam miért nincsen kardinál? Tesó, ez hol igazságos? Szóval csatát a szép, hogy megnyertem egyébként. Többen is haltak meg, mint amennyi kill nálam volt. Az kicsit necces-e sikerült. De megvan. És ahogy mondani szokás nálunk, minden csata, amiben el tud sétálni, az egy jó csata. Ja, ostrom is megvan. Akkor találkozunk Lyonnénál. Lyonnénál, azt kell visszavenni. A
Az is egy vazallusomhoz tartozik, azt hiszem. Hoppá, ott egy összecsapás. Kell ott a segítség? Úgy látom, hogy nem. A franc... az osztrákok nagyon szépen Kenterbe verik. Akit Kenterbe kell verni. Ki van még ebben a háborúban benne? Genoa. Például. Úgyhogy oda most lelátogatunk. És megkérdezzük, hogy mégis miért. Miért tennének ilyet? Manpower-öm 36 ezer, de már nem sok tartalékost kell bevonni. Nagy része rendben van a seregeknek. És 39%-a nyerjük a háborút, és a franciák ki akarnak szállni. Na most, hogyha én kérnék el tőlük valamit, akkor az azt hiszem, hogy ilyen duplán számítani. Tehát, hogy azt mondanám, hogy engedd el Alencont. Mert én vagyok a háború vezetője. Nem igaz? Nem, Champagne háború vezetője, akkor az külön béke lenne. És azt nem nézi Champagne jó szemmel, az más kérdés, hogy Champagne már így sem fogja jó szemmel nézni. Mert a második háborúban nem segítettem neki. De hát az kb. Esélytelen lett volna mind a két fronton egyszerre harcolni. Úgyhogy sajnálom. De muszáj volt az egyiket elengedni, hogy a másikat megnyerhessük. Most, hogy magyarázom itt a gépnek a nagy eszet, a nagy ész okosságot. De ez így van. Ez így igaz, ahogy én mondom, tiszta szent igaz. Az osztrákok eléggé most visszaálltak. Nem igazán csinálnak semmit. Hoppá, ott jön egy 32 ezeres sereg. Na, arra viszont figyelni kéne, hogy az nem menjetek nagyon messzire osztrákok. Meg lehet mondani, hogy ehhez csatlakozzanak be? Tehát, hogy segítsetek, léci. Nagyon jó lenne. Zajlik egyébként az integrálás? Most már nem is tudom. Még egyszer kérdés, hogy el tudjuk-e adni a dolgokat. Nem, most mondjuk azt, hogy nemességet nem lehet megvenni. Csak hogy összezavarjuk eléggé az embereket. Tehát igen, zajlik az integrálás. Szuper. És nagyon szeretni megnyerni ezeket az ostromokat, főleg ezt, hogy felszabaduljon ez a hadsereg. Ez az ostrom is jó lenne, de ez még borzasztó messze van bármitől. 64%, és ott csapnak le a franciák Kelet-Franciaországban, Nyugat-Franciaország, de kinézi. Szóval, ja, az nem jó. Ez van. Nem sokára össze kell hívnom majd a rendi gyűlést is. És megvan Lyoni ostroma, ez azt jelenti, hogy 44% most. Átállok Dauphiné-re. Ott pont van egy, nézzenek oda, egy genovai sereg. Genovát is kivesszük a háborúba lehetőleg hamarabb. Gyakorlatilag most, amit pénzéként szerzünk, azt szinte mindet magamnak szerzem. Mert az én hozzájárulásom ebbe a háborúba 91%-os. Tehát 10 aranyból 9-et én kapok meg, hogyha a War Reparation a kiegyezés tárgya. De nekem jobb lenne, hogyha a franciák újabb területeket veszítenének, hogyha teljesen őszinte legyek. Ott lecsapnak rám. Igen, azt nem lehetett megállítani. Vonuljunk vissza. Nagyon régóta megy az ostrom sajnos, tehát hogy ezt... Ó, és Istenem, de a stack wipe, komolyan. 20 ezeres stack wipe. Az rossz hír. Nincsen még itt templétem, de most még nem is lesz. Csak létrehozom, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. 19, és legyen még lovasság, hiszen azért még csak 1000... 556 van, még a lovasságnak van szerepe a csatamezőn. Mondanám, hogy nem sok, de amúgy sok. Tehát, hogy még a lovasság abszolút használható, majd később lesz egyre kevésbé bevethető. Most még tök jók. Oké, 14%, ez nem igazán halad előre ez az ostrom. Az osztrákok meg, hoppá, ott, ha megtalálnák a franciákat, és nem a franciák, hát a franciák ide jönnek, lehet, hogy meg tudnak venni ezt a sereget, mert úgy hegyekben kéne nekem támadni. Mi lenne, hogyha rádobnék egy artillery tüzet? Hát az jön, hogy disease outbreak. Ez, wow. Ez nagyon megérte. Na most, ha rám kanyarodnak, akkor az ott vége. Kéve, hogyha talán Champagne jön segíteni, de nem fog. Megállt ott egy tízes. Ott van. Jönnek. Jön valaki segíteni, Plash. Pedig olyan közel voltam annál az ostromnál is. Goddammit! Vonuljunk vissza éjszakra. 7-8500 halott. Na viszont elkészült az újabb seregem. Ezeket mondjuk idehozzuk. Nem. Itt találkozunk. Össze kell állni egyébként, mert egyenként fogja levadászni ott onnantól kezdve a franciák.
Megkapom-e én, elkértem Novgorodtól Zubcovot. Zubcov? Mi a vihar az a Zubcov? Melyik a Zubcov? Tudom, hogy meg tudom nézni, de... Oké. Okay. Zubcov. Jó, hogy átadom-e? Nem, ez a miénk. Sú, menj innen el. Na, mondjuk így a novgorodiak eléggé kellemetlenkedőek lettek. Tudod mit, leverem a lázadóidat is, akkor szerintem jobban leszünk. Meg barátkozzunk akkor, bár nem maxon vagyunk, tehát hogy... És így is túl nagy a Liberty Desire, 56. Ez nem túl, nem hangzik túl hálás dolognak. Egyébként. Az a sereg az ott nem tud semmit csinálni. Az ott. Úgyhogy ott én sem tudom megtámadni, ő sem tud megtámadni engem. 45%-on állunk a háborúban. És van egy 10.000-es francia sereg, ami igazából ülőkacsa. Fogy a manpower sajnos. Nagyon-nagyon fogy. De mindjárt itt összeállítom ezt a sereget, és akkor megverjük a novgorodiak lázadóit, hát attól picit hálásabb nép lesznek ők. Vannak ilyen hadseregeink, meg shit, szóval oda tudunk menni, szét tudunk csapni, az ott egy szép stack wife volt, az a sereg visszatért, akkor én is oda megyek hozzá, illetve megkeressük majd a másik, ott van délen a másik francia sereg, csak ne érjenek össze, bár úgy látom az osztrákok is őket nézték ki, és most meg kéne teket venni. Igen, most már kéne teket venni. Megvesz valamit tudok, de például a diplótekkel még lemaradásban vagyok így is. Sajnos. Majd azzal foglalkozunk. Szerintem már az évben meg fogom tudni venni. Nagyon nagy jelentősége nincs. Mit is ad? Trade efficiency plusz 2%. Ja, azt nem lenne rossz. Jövő december elvileg, amikor meg tudom majd venni én azt. Hát az még kicsit odébb van egyébként. Akárhogy is nézzük. Én itt beállok itt a emellé, az ostrom mellé. Hát hogyha ezt akkor vissza tudnák venni. Várj, nem, ott, ott várjál, ott ne, nem, oké, lemegyünk. Lemegyünk délnek. Beállunk ezekbe a dombokba. És azt a 35.000-es sereget majd később elintézzük. Mondjuk megpróbálunk karon... karba ölteni az osztrákokkal, és úgy oda menni. És akkor mehetünk oda megvenni a lázadókat. Mit csinál itt egyébként a Dofni és a norvég sereg? Ezt tudja valaki, hogy mi a vihar csinálnak itt? Csak állnak, basszus. Jó, akkor új taktika. Azt csináltok, amit akartok. Ja, Novgorodi azért... Nem Novgorodi. Novgorodi, értem, hogy Novgorodi nem akar harcolni, de többiekkel, Mizu. Szóval az új taktika az, hogy ostromoljatok, amint tudtok. Hát, ha ettől majd így megindulnak. Megvan Daphne ostroma. És akkor mehetünk. Vissza kéne venni pár, vagy meg kéne, fel kéne szabadítani Párizst. Viszont ez kellene a barátaim segítsége. Egyedül az nem fog menni. De az osztrákok inkább ott ostromolnak délem. Á, nem, egyedül az nem fog menni, az a baj. Tehát tényleg tök jó lenne. Itt van Baden. Még megvárjuk ő neki a beérkezését. És akkor hát, ha így meg tudjuk verni. Jön a segítség, és vajon elég lesz-e? Szerintem igen. Szerintem ez egy nagyon szép taktika volt így, hogy egymástól bizonyos távolságban érkeztek be a seregek. Mindig volt egy kis morál boost. Jó, ez egy újabb győzelem. Ami egy újabb, azt jelenti, hogy nyithatok egy ostromot. Bár nagyon gyorsan össze fogja magát szedni, így indokolatlanul gyorsan, de... Csak induljunk el. Hogy éreznek most a novgorodiak, hogy segítettem rajtuk? Sehogy. Remek. Kicsit azt mondom, hogy kifizetem az adósságukat, plekétrem a durreleket, és akkor visszament 40%-ra. A pomerániai emberek, azok nagyszerű emberek. Nem tudom, ez a kérdés. Diplórep. Megint, miért osztogatja most nekem a játék a... Olcsóbbnál olcsóbb tanácsadókat. Nem vágom. Ja, és akkor most a Culverin helyett behozhatjuk az új típusú ágyukat, mert lesz ideje visszatöltődni a morálnak. Mindjárt lejövök délnek, mert lehet, hogy ennél az ostromnál majd kellek.
De hogyha nem, akkor vissza északnak, vagy ennél az ostromnál. Tehát az 28% az mínusz 14, az nulla. Ha ezt megnyernénk, akkor viszont én összevonom itt a flottát, mert akkor szükség lesz az egyesített flottára, hiszen kiugrasztjuk onnan az ő flottájukat. Tudok-e venni valami ilyesmit? 744 forintba kerül? Akkor nem, mert az borzasztó drága. Most nekem nincs erre pénzem. Ez ostrom már szerintem itt meg lesz. A másik... Szerintem ez is. Most már franciák lassan vissza kéne, hogy térjenek. Mármint nekem nem hiányoznak. De hogy... most már biztos összeszedték magukat. Hol vannak a droidikák? Megvannak. Ott jönnek. Könyörgöm, 57-re nyerjük. Disease Outbreak. Te vagy a Disease Outbreak. Ha van frusztráló rendszere, akkor az ez. Az EU4-es ostrom mechanika. Ez... ja. Ez nem a barátom nekem. Jó, hát pillanatra megértem, hogy feladja az ostromot azért, hogy levadászta azt a stacket, de nem, szerencsére. Szerencsére megnyerte először, és utána ment neki. Amúgy, ha most okosan jár el, szátorom Champagne-nak, mert hogyha okosan jár el Champagne, akkor mondjuk, ha elveszi magának Párizst, akkor gyakorlatilag visszaszerzi azt, amit veszített Valoával, sőt, kamatostul. És akkor ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk. A briteknek kicsit jobb, de ezért adtam most, sőt, én minden területre átadok neki egyébként Champagne-nak. Nyugodtan vegye el, amit ő szeretne magának, mert szerintem jár neki. Én azt mondom, hogy jár neki. Fantasztikus fickó. Ja, ott van egy ostrom, még látom. Ust Wimben, úristen. Jó, azt Novgorod amúgy magának elintézi, de hogy oda nem megyek vissza, látod? Oda egy gyenge volt ez a csata. Semmit nem szereztünk belőle. Bejövök, egyet tikkel, kapok plusz 5 gyógyultságot, az megint nem az én problémám, sőt többet, plusz 10-et. Na ez már az én problémám. Na ez se az én problémám. Ez minden Novgorodiak problémája. De most már ki tudom ugrazgatni a flottáját folyamatosan, mert olyan helyekre tud csak visszavonulni, ahol nincs erőt. Kéve ide visszatudna, meg ha ide menne, akkor talán Basse-Poitiers-ben nem érnék el. Már miért ott állok? Itt kéne állnom. Ó, kaptunk egy kardinált. Jaj, de jó. Ha jól láttam. Akkor viszont teljesülhet a küldetés. Miért nem teljesül? Mi kell még ahhoz a rohadt küldetéshez? Etlis 150. Megvan. Ja, és szövetséget kerültem a pápával. Invested Papal Influence, RD Papal Control. Ja, hogy Investednek kell. Jó, tudod mit, nem is érdekel. Ez a küldetés nem is érdekel. Sosem nem is érdekelt ez a küldetés. Ez egy buta küldetés. Hagyjuk. Megvan Anjou ostroma, lemehetünk délnek. Most már minden további nélkül is így megnyílnak ezek a partszakaszok is. Meghalt a régensem, a régens királynő. És most régens tanács uralkodik. Még, oké, csak 3 évig. 1-4-2. Sture Spare uralkodik régens tanácsként. A burgerek. Az is új, ezt még nem találkoztam. Ez azért érdekes, mert ilyenkor akkor sem, viszont tényleg nem tudunk halat üzenni most 3 évig. Juhú! Na hát, és pont sikerült lezárni ezt a háborút, na nézzük, hogy mi lett, és elvett területeket Champagne nagyon szépen. Szint Paris, Chartres, Alencon, Release Foin, Auvergne, és fizetnek 60 dukátot, ebből én kapok 55-öt. Jó, ez nekem nagyon tetszik. Ez egy tökéletes béke. Ha van tökéletes béke. A foát mondjuk én nem engedtem volna el itt, vagy nem úgy, de ez szuper volt, srácarc. Nagyon büszke vagyok rá. És köszönöm szépen a figyelmet, akkor ennyi volt a mai rész, innen folytatjuk következő alkalommal. Sziasztok!